Köszöntöm a Hírháttér nézőit. Szeptember 13-án a Flash központban Lebegve címmel nyílt meg Albert József fotókiállítása. Most az alkotó a vendégem. Ez nagyon hivatalos volt, régi a barátságunk, úgyhogy ilyen hangulatú is lesz remélem a beszélgetés. Szóval ha tinédzser lennék, akkor a Lebegve kifejezés, azért nagyon sok ilyen színe, attitűdje van ennek a kifejezésnek. Miért ez lett a cím a kiállításnak? Jó napot kívánok, szervusz! Igazából sokat gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a címe. Azért döntöttem a Lebegve mellett, mert ahogy te is mondtad, elég sokrétű a jelentése, és pont emiatt, hogy egy olyan szögből mutatja be a várost, ahonnan még nem igazán láttuk. Tehát, szóval ez szerint tájfotók és Moson-Magyaróvár. Moson-Magyaróvár kicsit madártávlatból, tehát egy fenti nézetből készült képek. Hogyan jött az ötlet? Én láttam már ilyen hasonlót tévéműsorban, amikor így a nagyvilágot egy ilyen felső képállásban mutatják. Neked honnan jött az indítatás? Hát még 2014-ben egy ismerősöm mondta, hogy már léteznek olyan kütyük, amivel mindenféle konkrét irányítás nélkül lehet egy helybe repülni és képeket készíteni, és ugye innen jött az ötlet, hogy hát szerzek be én is egy ilyen gépet. Ezek drónok? Vagy drón? Igen. Aha. Tehát ugye a drón meghatározás illik rá, ezek ilyen kis négy rotoros valamik. A legkisebbet 2014-ben vásároltam. Azt sajnálatos körülmények között azt egy szél elfújta, és be kellett szereznem egy másikat, de akkor már úgy döntöttem, hogy egy komolyabbat vásárolok, és tehát komolyabb kamerát lehessen rárögzíteni, és onnan jött, hogy az első képek, amikor elkészültek, akkor így kedvet kaptam rá, hogy ejhaj, milyen érdekes szemszögből is meg lehet nézni a világot. Amúgy előtte nem is fotóztál? Tehát... De 2004-ben, tehát 10 évvel 2014 előtt vettem meg az első fényképezőgépemet, amikor úgy döntöttem, hogy rögzítem azokat a pillanatokat, amiket átélek. Remélem, hogy nem olyan rosszul, mint ahogy néha gondolom a képeimben. Mi a te stílusod? Tehát miket szeretsz fotózni? Embert fotózni nagyon nehéz, úgyhogy azt még tanulgatom. A tájfotózás, illetve a tárgyfotózás, ami bejön és tetszik. Mesélj erről a drónfotózás, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Azért itt előre eldönteni, hogy mit fotózol, elég nehéz lehet, mert olyan szemszögből te sem látod, de már csak a fizikai korlátok miatt sem. Igen, elég sok pontot tűztem ki Moson-Magyaróváron is, ahonnan úgy gondoltam, hogy jó képek születnek, és felszállás után jöttem rá, hogy hát az mégsem néz annyira jól ki a fotón. Ez végül is úgy néz ki, hogy felszállok, és a látottakat fotózom, körbenézek, megnézem innen milyen, onnan milyen. Hogyha nem jó, akkor kicsit arrébb repülök, és javítok a szemszögön. És mivel van felszerelve ez a szerkezet? Tehát azért gondolom, mindennel nem lehet jó képeket csinálni a magasból. Konkrétan én egy akciókamerát szereztem be, ami egész nagy felbontásban, egész nagy látószöggel rendelkezik, és ezzel készítem a képeket, de vannak komolyabb gépek is, amik akár már tükörreflexes fényképezőgépet fel tudnak vinni, de ez jóval magasabb árfekvésben van. Akkor ott a helyszínen nem is tudod, hogy milyen képek készülnek, hogy sikerül? Van, amikor nem tudom. Tehát otthon derül ki, hogy jó lett, nem lett jó, és hogyha esetleg addigra beborul az idő, akkor vissza se tudok menni még egyszer készíteni képeket. Na, és akkor hogyan néz ki az alkotás folyamata, hogy elmész lefotózni, és akkor egyből nekiesel az utómunkának, vagy hogyan van ez? Persze a kíváncsiság hajt, tehát hazaérve, mindent félretolva, már meg is nézem a képeket, és abból döntöm el, hogy sikerült-e, vagy nem. Na, visszatérve a kiállításra, mi az üzenete? Van üzenete ennek a kiállításnak? Követ valamilyen tematikát? Nem tudom, hány fotót hozol egyáltalán. Végül is a kiállítás arra akarna rávetíteni, hogy amerre nap mint nap közlekedünk helyek, ugye tudjuk, hogy jobbra-balra, előre mik vannak, hogy annak egy kicsit egy ilyen átfogóbb képet mutatni arról, hogy hogyan is viszonyulnak egymáshoz ezek a helyek. Tehát, hogy tudjuk, hogy Óvár egy elég szép város, még föntről is. Hány fotó
vannak 15 kiállít. Fotót hoztam kiállításra. Mindegyiknek megvan a története? Van egy-kettő érdekes kép is, de nagyjából mindegyiknek ugyanaz az üzenete is. Tehát... És hogyan születik egy ilyen vágy benned, hogy ebből legyen egy kiállítás? Ez miért fogalmazódott? Eleinte magamnak fotóztam, ezeket fölpakoltam Facebookra, illetve a honlapomra, és jött egy megkeresés, hogy esetleg egy kiállítást csinálnék-e belőle, és hát nagyon megörültem neki, mert akkor ezek szerint nem olyan rosszak a képek. Van olyan, hogy valaki kimeri jelenteni, hogy akkor én már tudok fotózni? Nincs. Tehát fotózása szerintem egy örök tanulás. Aha. Az nincs egy, tehát szerintem jó fotó nincsen. Ugyanúgy, mint ugye programozok is mellette, nincs kész program, úgy nincs kész fotó. Tényleg? Igen. Ez érdekes, hogy mondasz. És akkor te melyik, vagy hol szeretnél még tanulni, vagy hogyan fejlődni? A portré, illetve az emberfotózás az, ami még érdekel. Ugye ott egy, nem egy poharat fényképezek, amit aztán tologatok jobbra-balra, tisztogatom, hanem ott egy húsvérember, és akinek ugyanúgy vannak gondolatai fotózás közben, és ugye ezeket nem mindig tudja eltitkolni az arcáról. Mert hogy ez a cél, hogy a gondolatot mutasd meg? Valamennyire, tehát hogy nem teljesen plasztikus képeket szeretnék, hanem valamennyire egy kicsit a lelket képé alakítani. Fú, az olyan nehéz lehet. Igen. De vannak ebben a kategóriában jók, itt például nálunk a Jelena. Igen, ugye? Az mindig, amikor belépek, akkor látom, hogy az nagyon... Mondjuk hogyan tudsz más alkotótársak műveire, képeire nézni? Tehát ez ilyen, ami jó, az jó, ami nem, az nem. Jó, ezen lépjünk túl. Tehát hogy van, akitől szívesen tanulnál? Szerintem maga az ember az nagyjából nem is annyira... része a képnek az alkotója, hanem a kép magának az elkészülte érdekes. Tehát erről tud mesélni az alkotó. Tehát hogy hogyan választotta, miért ezt választotta, miért ilyen beállításokkal választotta, és tehát az alkotó tud mesélni arról, hogy ő mit csinált volna másképp ezen a képen. Mert mint mondtam, szerintem készképp nincsen. Amik visszatérve a lebegve kiállításra, tudsz, vagy mondanál konkrétumokat, hogy hol fotóztál? Mert lehet, hogy most valakinek ettől lesz kedve inkább megnézni a kiállítást. Ugye Mosonmagyaróvár jellegzetessége a vár, ugye, ami fentről is elég szép arculatot mutat. A víztorony tetejének a színét kevesen ismerik, úgyhogy azt is meg lehet nézni, illetve szerintem a Mosonmagyaróvár jellegzetessége a Szent István király ütése, a Kossuth Lajos után közrezárt V betű, az szerintem gyönyörű a fentről. És nem néztek rád furcsán az emberek, amikor kiálltál oda? Eleinte, amíg ismeretlen volt a köznyelvben, illetve a köztudatban a drónozás, akkor újjal mutogattak, de most már inkább oda gyűlnek, aztán megvárják, míg leszállok, és megnézik, hogy mi az, ami ott repült. Melyik a bonyolultabb rész, ezt irányítani, vagy jó képet készíteni? A kettő együtt szerintem elég nehéz. Tehát irányítani egy drónt már a technológia adta a lehetőségek miatt nem olyan bonyolult. Képet készíteni ugye mondhatni mindenki tud, de a kettőt együtt azért az... Azt látod, hogy milyen magasról készültek ezek a fotók? Változó, mert valami fentről, tehát nagyon fentről nem annyira mutat jó képet, mint egy ilyen kicsit alacsonyos perspektívából. Mutattad valakinek a kiállítás előtt a képeidet? Menyasszonyommal válogattuk a képeket, úgyhogy ő teljesen képben van, hogy milyen képek lesznek, illetve vannak a többi képet, azt egyelőre fegyet homály. Aha, és kik azok, akiknek a szakmai véleményére hallgatsz? Vagy kiket? Mindenkit meghallgatok. Aha. Tehát nincsen olyan, hogy valakinek a véleményére abszolút nem vagyok kíváncsi, mert lehet, hogy egy olyan szemszögből látja a dolgokat, amik erre én nem gondoltam. Uh-huh. És milyen volt a megnyitó? Milyenek a reakció? Szerintem egész jól sikerült. Tehát a vendégek is nagyon szerintem jól sikerült.
Meddig tart? Hol lehet megnézni pontosan? A Huszárgál Városi Könyvtár előterében van a kiállítás, és október, azt hiszem, harmadikáig. Október harmadikáig. És mik a tervek? Mik a jövő nagy feladatai szakmailag? Fejlődni. És tehát erre valamennyire kedvet kapni. És ez érdekes, ez az első kiállításod, ugye? Igen. Tehát igen. Azért ez nagy felelősség, nem? Tehát, hogy most ez olyan bensőséges, intim dolog a fotózás is, szóval, hogy ezt... Persze, ilyen... tehát ugye eddig ugye a barátoknak mutogattam a képeket, őnekik volt egy véleményük, és ugye ez nem mindig objektív. Tehát ugye ők azért biztos, hogyha egy rossz képet mutatok nekik, akkor is azt mondják, hogy hát ez nagyon jó kép. Itt egy kicsit kinyílik a világ, és kapok máshonnan is véleményeket. Akkor remélem, hogy nem az első egyben az utolsó, még sok remélem. Albert József kiállítást láthatunk még. Lebegve minden korosztálynak, ezt ajánljuk itt a Huszárgál Városi Könyvtárban. Fotókiállítás nyílt 13-án, ennek kapcsán beszélgettünk az alkotóval, Albert Józseffel. Köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig azt, hogy bennünket választottak. Viszontlátásra!